Két verset, két részt hoztam tulajdonképpen az igéből, a Bibliából. Az év vége, vagy ennek az évnek az utolsó előtti Isten tiszteletén, mert tudjátok, lesz még egy, nem sokkal ezután. Lesz még egy második menet is azoknak, akik bírják a gyűrődést. Erős idegzetőeknek. Közte kaptok egy kis virslit, már ide érezni az illatát, hogy ki ne dőljetek az úton. A második Tesszalonika levél első és második fejezetét szeretném felolvasni. Hát ilyenkor ugye kínálkozik, hogy összegezzük az évet, meg mit tudom én, de én nagyon egyetértek a Karcsival abban, hogy számunkra nem feltétlenül az időpontok, meg az évfordulók, meg a nem tudom, mik határozzák meg a dolgokat, és nem hiszem, hogy nekünk ilyen kényszeres cselekvésekbe kéne fogni, hogy osszunk, szorozzunk, összegezzünk, meg mindeneféle. De mégis azt kell mondjam, hogy ha a külső emberemet nézem, akkor ez egy nagyon nehéz év volt, tele bizonytalansággal, nehézséggel, sokat áztunk, fáztunk lelki értelemben elsősorban. Egyébként az Úr gondunkat viselte minden tekintetben, de nem volt egy könnyű év. Sok tekintetben az Úr a hitünket, a türelmünket, a tűrőképességünket próbára tette, és én személyesen el is kell mondjam, hogy nem is mindig álltam ki a próbát ezekben a dolgokban. És ez az ige szakasz nagyon sokszor vigasztalt engem, mert ez egy olyan gyülekezetnek szól, akit maceráltak, üldöztek. Ugye Pál apostol, miután áthajozott Filippibe, és ott börtönbe vetették, és kiszabadult, és elüldözték, akkor Tesszalonikába került, és ott létrejött egy kis gyülekezet, de ez a gyülekezet nem nagyon sokáig élvezhette az apostoli tanítást, és azt, hogy egy ilyen apostoli atya ott szárnyai alatt melegedhetett, mert elüldözték onnan az apostolokat, és tovább kellett menniük Korintusba, és ezért Korintusból irogatott Pál, így keletkezett, hogy ez a két legkorábbi levele, így keletkezett az első Tesszalonika levél, és rögtön utána a második Tesszalonika levél, mert ott volt Pál Korintusban, végezte a munkát, közben kíváncsi volt, hogy ez a fiatal törékeny gyülekezet, ez az alig elkezdődött munka, akiket ott magukra hagytak egy üldözés közepette, ahol a hatóságok üldözték őket, a vallásos emberek üldözték őket, a honfitársaik üldözték őket, hogy ők vajon hogy tudnak megállni a hitben, és Pál apostol is csak egyet tudott tenni, azt mondani, hogy nem én építem fel az anyaszent egyházamat, hanem Jézus az, aki felépíti az egyházat, és ő meg fog benneteket tartani, az ő munkája vagytok, és ő rá tudunk benneteket bízni. Szóval az első fejezet nagyon kifejezi azt, amit én is érzek irántatok, meg ez iránt a gyülekezet iránt. Az, hogy minden próbatétel, meg mindenféle nehézség, jó és rossz dolog közepette, kitartotok az Úrban. A második része a levélnek tulajdonképpen egy ilyen végidei figyelmeztetés arról, hogy ezt a fiatal gyülekezetet is, ezt a még alig bimbózó gyülekezetet is már is ellepték az apokaliptikus próféták és állapostolok, és hamis leveleket gyártottak, és mindenféle kijelentésekre hivatkozva próbálták ezt a gyülekezetet szétzilálni, és a jövőbe vetett reménységét szétzilálni. De elsősorban nem ez az oka annak, hogy ezt az igét akarom felolvasni, hanem az, hogy úgy érzem, hogy ha sok-sok dologból ki kéne választani, hogy mi a legjellemzőbb most arra az időre, amiben élünk, és hogy az előttünk álló időszakban mi a legfontosabb, a legnagyobb veszély, és annak a legnagyobb ellenszere, akkor azt mondanám én, hogy a hitetés. Egyszerűen a hitetés korszakában élünk, tele vagyunk hitetéssel, a politikától, a kultúrán át, az egyházig, az egyház is tele van hitetéssel, annyi minden van, hogy hozzá se akarok felsorolni, beleütközik az ember, és szlalomozni kell a munkában, szlalomozni kell az egyházban, szlalomozni kell a magánéletben, a sok hazugság, ostobaság között, részben azért, mert az emberek hiszékenyé válnak, részben azért, mert az emberek nem szívesen néznek szembe a valósággal, mert az nem túl szép, és akkor hajlanak arra, hogy mindenféle mesékre hajtsák inkább oda a fülüket, és inkább elhiszik a tündérmeséket, semmint, hogy szembe kelljen nézni a problémákkal és a dolgokkal, és bizony ezek az idők, nem véletlen, hogy most virágzik az EZO TV, meg az összes több ilyen marhaság. Vannak emberek, akik leülnek a tévé elé, és elhiszik, hogy most pénzenergiát küldenek nekik a képernyőn keresztül. És azért komoly pénzeket fizetnek. És nem lehet levenni a képernyőről ezt a marhaságot, mert iszonyatos pénzeket fizetnek ezekért a műsoridőkért. Régen csak ezért, nem tudom én, mi libatolpárnát, meg
meg övmelegítőt, meg nem tudom, luttal betétet akartak ránk sózni ezekbe a telesoppokba. Most ezt a sok marhaságot, értitek? Legalább adtak valami műanyag vackot, adtak neked 10 000 forintért. De most semmit, a semmit adják az embereknek sokkal drágában, hihetetlen. És ezért a hitetésnek pedig egy ellenszere van, az igazság. A Biblia azt mondja, hogy ugye itt idézte is az előttem szóló, hogy Jézus azt imádkozta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Tehát igazán, ami bennünket a világtól meg tud őrizni, az nem, hogy falakat húzunk magunk köré, hanem az, hogy mi tisztában vagyunk az igazsággal. Az igazság tud bennünket megőrizni. És ennek a textusnak a közepén pontosan ez van, hogy a világ halad a hitetés felé, a világ halad a hazugság felé, és az embereket a hitetés és az igazság két egyre inkább szétválasztja két csoportra, egy olyan csoportra, aki szereti az igazságot, és egy olyan csoportra, aki szereti a hamisságot, és szereti a hazugságot. És az egyik csoportnak is van egy útja, és a másik csoportnak is van egy útja. És úgy néz ki, hogy a hazugság szeretői kerekednek fölül, de bennünket ez a hely, és Pál is előre világosan megmondja, hogy mégsem ez lesz. A látszat ellenére, hogy hazudni jobb, a hazugságokban hinni jobb, a hazugságokat követni jobb, kifizetődőbb, ennek ellenére mégsem a hazugság diadalmaskodik, hanem az igazság fog diadalmaskodni. Tehát az igazság szeretete van a második fejezetben, ami miatt ezt elolvasom. Így szól az Istennek az igéje. Isten az édesapánk és urunk, Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Testvéreim, mindig hálával tartozunk Istennek értetek. Igen, erre minden okunk megvan, mert a hitetek olyan csodálatosan erősödik, és az egymás iránti isteni szeretet folyton növekszik bennetek. Ezért dicsekszünk is veletek az Isten gyülekezeteiben. Elmondjuk, hogy milyen türelmes kitartással és hittel viselitek el az üldözést, a sokféle bajt és nehézséget, amely körülvesz benneteket. Mindez biztos előjele annak, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor majd titeket méltónak nyilvánít arra, hogy bemehessetek királyságába, amelyért időnként szenvednetek is kell. Ahogyan igazságos lesz az is, hogy szenvedéssel fizessen majd azoknak, akik nektek most szenvedést okoznak. Nektek pedig, akik most szenvedtek, velünk együtt megpihenést és nyugalmat fogadni. Mikor? Amikor az Úr Jézus lángoló tűzben megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival együtt. Akkor fogja majd megbüntetni azokat, akik nem ismerik Istent, és nem akarnak engedelmeskedni az örömhírnek, amely Urunkról, Jézus Krisztusról szól. Ezeknek az engedetleneknek örökké tartó pusztulás és szenvedés lesz a sorsuk, mivel örökre számúzik őket Isten jelenlétéből és erejének dicsőségéből. Azon a napon, amikor az Úr eljön, mindenki dicsőíteni fogja őt, mert látják majd a dicsőségét azokban, akik teljesen őhozzá tartoznak, vagyis bennünk. Mindenki csodálni fogja őt azok miatt, akik hisznek benne. Ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Jézus visszajövetelekor az emberek miattunk fogják Jézust csodálni. Hogy voltak ebben a világban olyan emberek, akik mind annak ellenére, amilyen ez a világ, meg ahogy ez a világ működik, hittel várták vissza a názareti Jézust. Ezek közé tartoztok ti is, hiszen hittel elfogadtátok, amit Jézusról mondtunk. Ez az, amiért szüntelenül imádkozom értetek. Azt kérem Istentől, hogy tegyen titeket méltóvá az elhívásra. Azt kérem, hogy Isten ereje által teljesen véghez tudjátok vinni mindazt, amit jósága meg akar tenni rajtatok keresztül. Mindazt, amire a hitetek indít benneteket. Azért imádkozom, hogy Urunk Jézus legyen még dicsőségesebb bennetek és általatok, ti pedig szintén dicsőséget kapjatok Jézusban, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Most pedig testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléről szeretnék írni nektek, és arról, hogyan fog bennünket magához gyűjteni. Kérünk, hogy ne rémüljetek meg, és ne zavarjon össze benneteket, valaki azt mondja, hogy az Úr napja már itt is van. Mert vannak, akik ezt állítják, és bizonyos szellemek üzenetére vagy tanításokra hivatkoznak, sőt, olyan hamis leveleket is mutatnak nektek, amelyekről azt állítják, hogy mi írtuk. Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket. Mert mielőtt az Úr napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb
Az Istentől való elfordulás ideje következik, azután megjelenik a bűnembere, aki a pusztulásra van ítélve. Ő az, aki szembeszáll majd mindennel és mindenkivel, amit vagy akit Istennek mondanak és Istenként imádnak az emberek. Ugyanis saját magát akarja mindezek fölé emelni, egészen addig, hogy a trónját Isten templomába helyezi, és azt mondja magáról, hogy ő maga az Isten. De hát erről már beszéltem nektek, amikor nálatok voltam. Emlékeztek rá? Azt is tudjátok, mi tartja vissza a bűnemberét, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. Igaz ugyan, hogy a törvénytelenség ereje titokban már is működik. De valaki még most feltartóztatja, és amíg azt el nem távolítják a törvénytelenség útjából, addig nem jöhet el a bűn embere. De amikor ez megtörténik, akkor meg fog jelenni a bűn embere. Őt azonban az Úr Jézus maga fogja megölni a leheletével, és megjelenésének dicsőségével vet majd véget neki. A bűn emberének megjelenése a sátán munkájának eredménye lesz. Ennek a személynek a működését nagy erők, hamis jelek és csodák fogják kísérni. Mindenféle gonosz trükkel igyekszik becsapni majd azokat, akik a pusztulás felé haladnak, mert visszautasították az igazságot. Pedig ha szerették volna az igazságot, megmenekülhettek volna. Mivel azonban nem az igazságot szerették, Isten megengedte, hogy a megtévesztés és hazugság ereje uralkodjon rajtuk, és hogy elhiggyék a hazugságot. Mindez pedig azért történik, hogy akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban lelték örömüket, ítélet alá kerüljenek. Értetek azonban, testvéreim, akiket szeret az Úr, mindig hálával tartozunk Istennek, mivel ő kezdettől fogva kiválasztott benneteket, hogy üdvösséget nyerjetek az igazságban való hitetek és a Szent Szellem által, aki Isten számára külön választ benneteket. Mert Isten erre hívott el titeket az örömhír által, amit tőlünk hallottatok. Arra hívott, hogy ti is részesüljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. És mivel ez így van, kérlek, hogy minden tekintetben álljátok meg a helyeteket. Kitartóan ragaszkodjatok a tanításhoz, amit tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok. Azért imádkozunk, hogy Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mennyei édesapánk bátorítsa a szíveteket, és erősítsen meg benneteket minden jóra, szóban és tettekben egyaránt. Hiszen Isten megmutatta, hogy mennyire szeret bennünket, és irántunk való jó indulatából örökké tartó vigasztalást, bátorítást és biztos reményt adott nekünk. Mit is mondhatnánk? Ámen. Érdekes, hogy nem beszéltünk tényleg össze. Most az Eszterrel mi fel fogunk olvasni nektek az Istenik az igéjéből, ha ki tudja szabadítani a mikrofont. És megvárjuk, míg a zene felcsendül. Melodramatikus lesz a felolvasás. Jól vártál. Bízunk benne, szól. Ne nyugtalankodjatok. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az én atyám házában sokak számára van lakóhely. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Most elmegyek, hogy helyet készítsetek a számotokra. Miután elkészítettem, visszajövök értetek, és magamhoz viszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével. Már vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen. Hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását, és hozzáforduljon. Bizony, eljön az Úr napja, de úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az ég recsegve, ropogva eltűnik, az elemek elégnek a tűzben, a föld pedig megég, mindazzal együtt, amit az emberek hoztak létre. Ha pedig mindezek így el fognak pusztulni, gondoljátok meg, hogyan éltek. Szánjátok oda magatokat Istennek,
szent és istenfélő élet. Várva várjátok, sőt, siettessétek Isten napjának eljövetelét. Azon a napon tűzben pusztul el az ég, és az elemek szétolvadnak a hőségben. Isten ígérete szerint azonban új eget és új földet várunk, ahol igazságosság fog uralkodni. Szeretett testvéreim, mivel vágyva várjátok mindezt, teljes erővel azon igyekezzetek, hogy tisztán, bűntelenül és békességben találjon benneteket az Úr. Urunk most még türelmesen vár. Értsétek meg, hogy ez sokat jelent számára, a megmenekülés lehetőségét jelenti. Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek. Nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Mindez pedig egy szempillantás alatt fog történni, amikor az utolsó trombita szó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és akik korábban meghaltak, feltámadnak a romolhatatlanságra, az örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó. Ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon, és mentes legyen mindenféle romlástól. A mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testé. Amikor ez majd megtörténik, és a romlandó és halandó test átváltozik, romlástól mentes és halhatatlan testé, akkor teljesedik be, amit az írás mond. Elnyelte a halált a teljessé lett győzelem. Halál, hová lett a győzelmed? Hol a fegyvered? Ugyanis a halál fegyvere a bűn. A bűn erejét pedig a törvény adja. De hálát adunk Istennek, hogy Urunk Jézus Krisztus által győztesekké tesz bennünket. Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani benneteket a helyetekről. Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiába való. Újra láttam új ég és új föld. Új ég és új föld tűnt elő, mert a régi ég és a régi föld már eltűnt, és tenger sem volt többi. Láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem leszállt a mennyből, Istentől. Olyan volt, mint egy mennyasszony, akit a férje számára öltöztettek és ékesítettek fel. Majd erős hangot hallottam a mennyből, amely ezt kiáltotta. Isten otthona most már az emberek között van, és ő ezentúl együtt lakozik velük. Népévé lesznek, ő pedig Istenükké lesz. Minden könnyet letöröl a szemükről, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert a régi dolgok elmúltak. Ekkor az, aki a trónon ült, megszólalt. Lásd, én mindent megújítok. Írd le, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Be van fejezve. Én vagyok az alfa és az omega. Mindennek az elkezdője és bevégzője. Aki szomjas, annak inni adok az élet vizének forrásából ajándékul. Aki győz, örökli mindezeket, annak Istene leszek. Ő pedig fiam lesz. Lenek, és akik gyűlöletes dolgokat tesznek, a gyilkosok, a szexuális bűnökben élők, és akik varázslással, okkult bálványimádással foglalkoznak, a bálványimádók és a hazagok, mindezek a tűztóba kerülnek, amelyben kén ég. Ez a második halál. Azután odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akik a hét utolsó csapással teli poharakat kapták. Ezt mondtam. Jöjj velem, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely Istentől, a mennyből szállt le. Isten dicsősége ragyogott belőle. A fénye olyan volt, mint a legértékesebb drágakőjé. A kristálytiszta gyémánté. A városnak erős és magas fala volt, és 12 kapuja.
egy-egy angyal állt a kapuknál, amelyekre fel volt írva egy-egy név, Izrael 12 törzsének nevei közül. Három kapu volt a város keleti oldalán, három az északi, három a déli és három a nyugati oldalon. A városfal 12 alapkőre épült, amelyekre a bárány 12 apostolának a neve volt felírva. A városfal alapkövei sokféle értékes drágakővel voltak ékesítve. Az első alapkő gyémánt, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik rubin, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopáz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngyből készült, minden kapu egy-egy gyöngyből. A város főútja pedig színaranyból, amely olyan átlátszó volt, mint a tiszta üveg. Templomot nem láttam a városban, mert annak temploma maga a mindenható Úristen és a bárány. A városnak nincs szüksége sem a nap, sem a hold fényére, mert Isten dicsősége ragyogja be, a világosság forrása pedig maga a bárány. Azután az angyal megmutatta nekem a folyót, amelyben az életvize folyik. Fénylő és tiszta, mint a kristály. Isten és a bárány trónjától ered, és végig folyik a város utcájának közepén. A folyó mindkét partján az életfája áll, amely évente 12-szer terem. Minden hónapban gyümölcsöt hoz, levelei pedig a nemzetek gyógyítására való. A városban soha nem lesz semmi, ami átkozott. Isten és a bárány trónja lesz abban a városban. Szolgái ott imádják Istent. Látják az arcát, és neve a homlokukon lesz. Éjszaka nem lesz ott, ezért nem lesz szükségük sem lámpafényre, sem napfényre, mert az Úristen világossága fogja beragyogni őket. Isten szolgái királyok lesznek, és uralkodnak örökkön örökké. Atyán, köszönjük neked ezt a csodálatos mennyei reménységet. Köszönjük, hogy ide tartunk, te hozzád. Köszönjük neked, Uram, hogy ez a romlandó romolhatatlanságot, ez a halandó halhatatlanságot fog felöltözni. Köszönöm neked, Uram, hogy téged követhetünk, Jézus Krisztus, élő Istennek fia. Mert te vagy az üdvösség, te vagy az örök élet. Uram, legyen áldott a te hatalmas neved, a Jézusnak a neve. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Szerettem volna egy utazást tenni veletek. Remélem, hogy élveztétek. Már-már majdnem ott voltunk. Ott voltál? Halleluja. Nagyon sok mindent kérdeztem az Úrtól, mert ugye az volt a megbeszélésünk tárgya, hogy kérdezzük meg az Úrtól, hogy mit várjunk ettől a 2013-as évtől. És nem beszéltünk egyébként össze, hogy ki miről fog prédikálni, megbeszélni. És hát én is nagyon szerettem volna, mondtam is a többieknek, hogy jó lett volna valami rendes, profétikus, karizmatikus kijelentést mondani, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz, és ostromoltam is az Urat azzal, hogy lesz ez az egész dolog. Mit tervez nekünk a következő évre? És akár jobbról kerültem, akár balról kerültem, az az üzenet, amit hiszem, hogy el kell mondanom, az az, hogy ez a 2013-as év úgy hiszem, hogy a találkozásra való készülődésnek az éve lesz. A Szentlélek a reménységről adott üzenetet. Miért fontos a reménység? És hogy ez a 2013-as év, hogyha a világ felől közelítjük, nem kell hozzá még nagy szellemi kijelentés se, hogy túl sok jót én azt mondom, hogy ettől a világtól 2013-ba se várjatok.
Nem tűnik úgy, hogy megoldódnak a gazdasági válság problémái. Nem tűnik úgy, hogy meg fognak oldódni a közel-keleten levő konfliktusok. Nem tűnik úgy, hogy a fogyasztói világ kikerül a nagy bajból. Nem tűnik úgy, hogy a Föld kétharmadat 2013-ban nem fog éhezni. Úgy gondolom, hogy ennek a világnak el van végezve az útja. És az az örömhír, az a jó hír, hogy Isten azt mondja, hogy amit már elhangzott kétszer, hogy ti nem ebből a világból valók vagytok. Jézus azt mondta, hogy Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez a megtartatásnak, a megőrzésnek az egyik legfőbb tartalma, módja, eszköze az a reménység. Erről a reménységről azt mondja az Isten igéje a zsidó levélben, hogy olyan, mint egy horgony. Egy horgony, ami be van akasztva a mennybe, így mondja a zsidó levél 6. fejezetében, a 18. versben, be van akasztva a mennybe, ahova útnyitóul bement Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy akiben ez a reménység megvan, az megtisztítja magát, és távol tartja saját magát a gonosztól. Tehát igazából nem úgy történik az embernek a megszentelődése, megtisztulása, hogy ő ott nagyon erőlködik ezen a dolgon, hanem van egy Szentlélek által inspirált, az Isten igéjébe vetett hitből fakadó reménység, és az reménység, akiben megvan, az a reménység végzi el, hogy az ember az Istenhez húzzon, a szíve Istennél maradjon. Ezért azt mondja az Isten igéje, hogy ez a reménység megtart. Mi is ez a reménység? Ugye erről beszéltünk. Hogyha nagyon össze szeretnénk sűríteni ezt a dolgot, a mi reménységünk, az a János 14-ben úgy van megírva, Jézus azt mondta, nyugi fiúk, elmegyek, elkészítem ott nektek a helyet a mennyben, vissza fogok jönni, és elviszlek titeket, és akkor át fog változni minden, a romlandó romolhatatlanságot fog felöltözni, a halandó halhatatlanságot, és a gyalázatos dicsőségbe fog öltözni. A Római Levél 5. fejezetében azt olvassuk, én odalapoznék gyorsan, az első 5 verset szeretném nektek olvasni. Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk Jézus Krisztus által békességben élhetünk ő vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében. De nem csak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye kipróbált jellem, abból pedig reménység származik, ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, mert Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, akit Isten ajándékot adott nekünk. Ez a reménység, ez megtart, ez egy olyan, mint egy horgony. Ez a reménységről azt mondja Pál apostol, hogy az a reménység nem szégyenít meg, és a Római Levél 8. fejezetében pedig a következőt olvassuk, 18. verstől olvasom. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi szenvedésünk összesen hasonlítható azzal a dicsőséggel, amelyben részünk lesz. Mert az egész teremtett világ feszült figyelemmel várja, hogy Isten nyilvánosságra hozza, és láthatóvá tegye, hogy kik az ő fiai. Azért várja ennyire, mert a teremtett világ az elmúlás hatalma alá van kényszerítve. Nem önként, hanem Isten akarata szerint, aki így rendelkezett. Ugyanakkor a teremtett világ is abban a reményben él, hogy a romlás rabszolgaságából fel fog szabadulni, és ugyanazt a dicsőséges szabadságot fogja élvezni, amelyben Isten gyermekei élnek. Jól tudjuk, hogy mind a mai napig az egész teremtett világ nyög, vajudik, mint a szülőasszony. De nem csak a teremtett világ, hanem mi magunk is ugyanígy sóhajtozunk, pedig mi előleget kaptunk a Szent Szellemből.
Mégis sohajtozva várjuk a testünk megváltását, hogy ezzel teljesen Isten fiaivá váljunk. A teljes üdvösségünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. Mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen. Nos tehát, drága kedves atyám fiai, teljes szívemből hiszem, tudjátok rólam, hogy mindaz, amit Jézus Krisztus a kereszten megszerzett, az a győzelem, az az egészség, az az áldás, az az üdvösség, ez már a miénk. De itt arról beszél az Isten igéje, hogy mindez teljessé váljon, és mindez birtokunkba kerüljön, ehhez nekünk bele kell kapaszkodnunk a horgonyba, ehhez nekünk egy olyan reménységre kell tekintenünk, ami az üdvösségünknek a reménysége, ami az örök életnek, a mennynek a reménysége. És az a reménység, ami erős és biztos és bátor horgonyunk. Testvéreim! A Biblia beszámol arról, hogy az Istennek az emberei, miközben futották a hitnek a harcát, és megvívták az aktuális helyzetekben a különböző problémáikkal, mindenféle nehézségekkel megküzdöttek. És Isten megsegítette őket a hitük szerint, és a hitük által, és felemelkedtek, és meggyógyultak, és megszabadultak, és hitáltal országokat győztek le. Ezek a hitnek a hősei, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, Dávid, ezeknek a hitnek a hőseinek is az életében kellett egy horgony, kellett egy biztonság, kellett egy valami olyan ígéret, a szívükben, a lelkükbe beírt ígéret, ami a futásukat kitartóvá, a futásukban őket kitartóvá tette. A Zsidólevél 11. fejezetében Ábrahámékról, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról a következőt olvassuk. A 10. verstől olvasom. Ábrahám, Izsák és Jákob azért vándorolt, mert hittel várta azt a várost, amelynek az alapja szilárd, amelyet maga Isten tervezett és épített. Ezek az emberek mind hitben éltek, és úgyis haltak meg. De az életükben nem kapták meg mindazt, amit Isten nekik ígért, csak távolról látták azokat, és már előre örültek az ígéretek jövendő beteljesülésének. Nyíltan megvallották, hogy idegenek és jövevények. Idegenek és jövevények, akik csak átutazóban vannak a földön. Ezzel azt is kifejezték, hogy várják és keresik a saját hazájukat. Mert ha abba az országba kívánkoztak volna vissza, ahonnan eljöttek, bőven lett volna idejük, hogy visszatérjenek oda, ők azonban sokkal jobbat kívántak, olyan ország után vágyakoztak, amely a mennyben van. Ezért Isten nem szégyelli, hogy őt Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nevezzék, mert valóban elkészítettük számukra azt a mennyei várost. Péter apostol úgy beszél erről a mennyei városról, hogy a város, az ország, amelyben igazság lakozik. Rendíthetetlen országot nyertünk, és a Zsidó 12.28-ban még azt olvassuk, olyan királyságot kaptunk, amelyet semmi nem rendíthet meg. Ezért hát legyünk hálásak Istennek, és szolgáljuk olyan módon, ahogy neki tetszik, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk olyan, mint a mindent megemésztő tűz. Ezek a hitnek a hősei, hitnek a bajnokai a reménységben tartottak ki a futásukban. Nos, én úgy gondolom, tehát én nem azt hiszem, hogy a megtartatás, illetve nem is hiszem, megnéztem, hogy ez a szó mit jelent, ez a szójzó kifejezést használ. Használja a Biblia. A megtartatás az nem azt jelenti, hogy épp hogy kibírják. A megtartatás az azt jelenti, hogy Isten felülemeli a fejüket ezek fölé a gondok, problémák, nehézségek fölé. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten be fogja teljesíteni a célját, az akaratát ebben a 2013-as évben is. És azon múlik a mi jövőnk, a mi sorsunk, a mi életünk, hogy mennyire vagyunk képesek azonosulni az Isten céljával, tervével és akaratával.
Mennyire vagyunk képesek eszerint formálni az életünket, hozni a döntéseinket, alakítani a sorsunkat. Mi az Istennek a célja és az akarata? Hogyha megnézzük a mennyei Jeruzsálemet, amelyik leszáll, mint egy férje számára előkészített mennyasszony, ez a mennyei Jeruzsálem, ennek van 12 alapköve, és van 12 kapuja. Föl is olvastuk. Emlékeztek, ki a 12 kapu? A 12 pátriárka. A Jákobnak a 12 fia. A mennyei Jeruzsálemben kik lesznek ott? Az Izrael. A férje számára előkészített mennyasszony az Izrael. És van ennek a mennyei Jeruzsálemnek 12 alapköve. És tudjátok, ki a 12 alapkő? A 12 apostol. Az eklézsia. Az Istennek az a terve, az a célja, és az az akarata a 2013-as esztendőben is, hogy az Izraelt helyreállítsa, hogy az Izraelt felemelje, magához vonja, és a másik akarata, hogy behívja az eklézsiába. Nem akarja Isten, hogy az emberek elvesztenek. Üdvösséget kínált fel az embereknek Jézus Krisztusban, és Isten a pogányokat be akarja hívni, mindenkit, aki az ő nevéről neveztetett, mindenkit, aki meg tudja hallani a hívást ebbe a városba. Isten nem az érdekli, hogy a világpolitika hogy alakul. Isten nem az érdekli, hogy a társadalmak hogy mozognak, hogy a politika hogy formálódik. Persze nekünk fontos. Ha Isten abban érdekelt, hogy a mennyei Jeruzsálemet előkészítse az ő fiának, mint a férje számára előkészített mennyasszony. Isten abban érdekelt, hogy Izraelt helyreállítsa. Isten abban érdekelt, Istennek az a legfőbb akarata, hogy behívja az embereket a megtérésbe, az újjászületésbe, az eklézsiába, hogy mennyasszonyt készítsen az ő fia számára. Mit tudunk tenni ez ügyben? Izraellel kapcsolatosan mit tudunk tenni? Legfőképpen imádkozunk Jeruzsálemnek a békességért. Imádkozni tudunk, és ellene tudunk állni annak a gonosz indulatnak, annak a gonosz gyűlöletnek, ami az antiszemitizmusban megjelenik, és fortyog itt Magyarországon is, és mindenütt a világon. De ugyanakkor én még egy dologra szeretném a figyelmeteket felhívni. Hogy ez a filiszemita fanatizmus, ami azt jelenti, hogy ha zsidó, akkor már az már csak fantasztikus lehet, ez is ugyanolyan helytelen és nem igazságos gondolkodás. Isten, amikor az Izraelről beszél, akkor nem egy aktuális politikai tevékenységre gondol, hanem azokról az emberekről gondol, azokra az emberekre gondol, és a mennyei Jeruzsálemben is azok lesznek, akik az Ábrahámnak a hitéből kinőtt Izraelnek a fiairól van szó. Tehát nem egy politikai elkötelezettsége van ilyen értelemben, úgy hiszem Istennek. Isten elkötelezett Izrael felé, elkötelezetten gyűlöli az antiszemitizmust, és ugyanakkor nagyon reálisan helyre fogja állítani, és ez a helyreállítás nem lesz egy könnyű helyreállítás az Izraelnek. De ebben a mi szerepünk annyi, legfőképpen, hogy imádkozzunk. Mi a szerepünk az eklézsiával kapcsolatosan? Itt már nekünk nagyon komoly felelősségünk van. Azt mondja Péter apostol, hogy sietetni tudjuk az Úr eljövetelének a napját. Tudjátok, hogy az eklézsia a bárka, és Noé pedig az igazságnak a hirdetője? Ebben a világban, amiről Tamás is beszélt, elárasztják az embereket mindenféle információkkal, amiknek a nagy része arra vonatkozik, nagy része azt célozza, hogy az emberek figyelmét elfordítsa és megvakítsa a hitetlen embereknek az elméjét, hogy a 2 Korintus 4-ben olvassuk, hogy ne lássák a Krisztus dicsőségét. Hogy ne lássák azt, hogy nem az a kérdés,
hogy jobbra vagy balra, hanem az a kérdés, hogy föl vagy le. Az igazi nagy kérdés az az üdvösségnek a kérdése. Az igazi nagy választóvonal az Jézus Krisztusnak a keresztje, az Isten fiához való viszony. És ebben Isten igenis nagy felelősséget, a megmentésnek, az üdvözítésnek a szolgálatát bízta ránk, küldetést adott nekünk. És amennyire ebben mi feladatot vállalunk, amennyire mi ebben azonosulunk az Isten tervével. Drága testvéreim, Isten meg akarja menteni a Budapesten élő embereket. Isten el akarja hívni az embereket az üdvösségre. Isten meg akarja menteni ezeket az embereket a kárhozattól. Persze végezzük a napi teendőinket, de tudjad azt, és ne felejtsük el azt, hogy Istennek egy nagyobb terve van. Isten a mennyasszonyt készíti, Isten a mennybe készíti az embereket. Oda akarja az embereket elhívni. És minden, ami történik, az a jó hírem, hogy az Isten szeretőknek minden összedolgozik a javukra. Hogy Isten ezt el is fogja végezni. Hiszen így mondta, és így mondja ma is, hogy akiket eleve ismert, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. És akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Isten ezt végbe fogja vinni. Úgy hiszem, hogy amennyire azonosulunk, amennyire bevállaljuk az Istennek a tervét, annyira fog Isten minket elkülöníteni ettől a világtól. Be kell menni a bárkába, úgy hiszem ez az üzenete az Úrnak, és Noévá az igazság hirdetőjévé kell válnunk. És a másik hasonlat, ami eszembe jutott, az a Gósen földje. Tudjátok, amikor a 10 csapás érkezett Egyiptomra, Isten elkülönítette, megkülönböztette az ő népét. És Istennek nagyon komoly ígéretei vannak, de ezek az ígéretek nem a passzív, nem az el nem kötelezett emberekre vonatkoznak. Ezek az ígéretek azokra az emberekre vonatkoznak, akik az életüknek a szemöldökfájára fölhelyezik a báránynak a vérét, és nem mennek ki a vér oltalma alól, és ezekre a helyekre, mint hogy Gósen földjére nem érkezett csapás. Már Mózes könyvében azt mondja Isten, ha szolgáltok engem, megáldom a kenyereteket és a vizeteket, és eltávoztatom közületek a nyavaját. És kérdezték Jézust a tanítványok, a Lukács evangéliumnak a 22. fejezetében van leírva, illetve Jézus kérdezte a tanítványokat, hogy amikor elküldtelek titeket, és azt mondtam, hogy ne vigyetek magatokkal semmit, csak menjetek és hirdessétek, képviseljétek az Istennek az országát. Volt-e valamire szükségetek? Szenvedtetek-e valamiben szükséget? Vagy hiányt? És a tanítványok azt mondták, semmiben, Uram. És Jézus azt mondja a János evangéliumának a 12. fejezetében, talán ezt felolvasnám nektek. Huszonnegyedik verstől. Eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőjön. Igazán mondom nektek, a buzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon, azután majd felnő és gazdag termést hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egy maga marad. Aki ragaszkodik a saját lelkéhez, vagyis az életéhez, az el fogja veszíteni. Aki pedig kész feladni a lelkét, vagyis az életét ezen a világon, az megtartja azt az örök életre. Aki nékem szolgál, engem kövessen, akkor, ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is velem. Aki pedig engem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Jézus azt mondja, hogy el kell halnunk. El kell halnunk az egoizmusunknak. El kell halnunk a saját terveink, céljainknak, amik különböznek az Isten akaratától, és azokat a terveket, azokat a célokat, azt az akaratot kell követnünk, mint hívők, mint Isten gyermekei, mint mennyei állampolgárok, akik jövevények és vándorok vagyunk, csak átmenő forgalomban vagyunk itt, amiket Isten, az Istennek a célját, akaratát, tervét kell követnünk. És azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja őrizni a saját magának, az el fogja veszíteni. Olyan idők jönnek. És aki pedig elveszti, én értem,
Vagyis odaadja nekem az életét. Vagyis oda szánja a tagjait az igazságnak a fegyveréül. És a testét meg élő áldozatul, az megtartja. És Jézus tesz egy ígéretet, azt mondja, aki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Az ott lesz, ahol én, és megbecsüli őt az atya. Van egy nagy tervünk. Bele kerültünk egy olyan helyzetbe, itt a szék meg a színpad vásárlás kapcsán kötöttünk egy üzletet ezzel a házzal. Ez az üzlet pedig az, hogy szeretnénk betölteni Ezékiel prófétának a 48. fejezetének a 35. versében. Ott van egy csodálatos mondat. Azt mondja, ott lakik az Úr. Szeretnénk, hogyha ez a hely vasárnaponként, mert megkaptuk egész vasárnapra, egy ilyen helyé tudna válni. De hogy ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyon-nagyon sok mindenben nekünk kell elsősorban megváltoznunk. Nekünk kell az értékrendünkben, áldozathozatalban, nekünk kell az időnket, az energiánkat átgondolni, és odaadnunk többet Istennek. Azt szeretnénk, hogy ezen a helyen az embereknek a sokasága ismerhesse meg, hogy Jézus az Istentől rendelt megváltó, hogy ő a szabadító, ő az üdvözítő. Ehhez ti rátok van szükség. Ez ti rajtatok keresztül, vagy mi rajtunk keresztül tudja Isten elvégezni. És arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok. Én úgy hiszem, hogy ez egy feladat, ez egy kihívás. Technikailag is, a bizonyságtevés tekintetében, és sok-sok mindenben, és erről majd még kell, hogy beszéljünk. És jó is, hogyha beszélünk. De én az üzenet, amit én úgy hiszem, hogy az Isten rám bízott, az az, hogy a reménység fog megtartani a 2013-as évben, és az a reménység nem fog megszégyeníteni téged, és nézzél fel, amit a karcsi mondott, az átszegezetre, mert ő győzött, és te győztes vagy ő benne, és ahogy ő feltámadott a halálból, úgy te is el fogsz ragadtatni. Elragadtatott állapotba kerülünk. És át fogunk változni. És ezért a reménységért fussuk meg kitartóan az előttünk levő küzdőteret. És szolgáljunk az Úrnak. Még egy verset felolvasok, és aztán átadom Ervinnek a szót. Római Levél 15. fejezetének a 13. versét. Így szól. Isten a reménységnek az Istene, aki a reménység, minden reménységnek a forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel a benne való hitetek által. És így a Szent Szellem által, a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Az első kérdést, mind a két kérdést Dávid teszi fel, de az első kérdés a 4. Zsoltárban van. És a 4. Zsoltárban teszi fel azt a kérdést, amit mindnyájan fölteszünk, jó, hogy nem számadással tartozunk, de mindnyájan föltesszük valamilyen formában, nem csak szilveszterkor, hanem egyébként is. És azt mondja itt a 4. Zsoltár 7. verséből, hogy sokan mondják, hogy kicsoda láttat velünk jót. Az új fordítás ezt úgy mondja, hogy ki hoz ránk végre jó napokat. Tehát sokan mondják azt, hogy ki hoz ránk végre jó napokat. Tehát hogyan jönnek jó napok az életünkben. Mi következik? Hogyan tudjuk ezt megélni, ezeket a jó napokat? És azt kell mondjam, hogy megvan rá a válasz. Rögtön megadja a választ Dávid, és akkor azt mondja, hogy hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram. És nagyobb örömöt adsz így a szívembe, mint amikor búzát és aratást és szüretet adsz. Békességben fekszem le, és legott elalszom, mert Uram, te egyedül adsz nekem bátorságos lakozást. Az első, tehát hogy hogyan lesz ez, a válasz az Isten igéjében van, és az Úrnak az orcája az egyik titok. Azt mondja Dávid, hogy hozd fel rám a te orcádat. És tudjuk, hogy az Új Szövetség is beszél erről, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mi pedig az Úrnak az orcáját
fedetlenül tudjuk tekinteni. Rá tudunk nézni az Isten arcájára. Az Isten arca Jézus Krisztusban felragyogott minden ember számára. Minden ember számára Isten fedetlen arccal van ott. Azt mondja, hogy nem kell elfednünk az arcunkat. Azt mondja, amikor Mózes lejött a hegyről, el kellett fedni az arcát, mert rajta volt az Isten dicsőség, és nem bírták az emberek elhordozni. Most pedig azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy ez a dicsőség ott van fedetlenül, mert Krisztusba el lett véve a lepel. Krisztusba el lett véve az ellenünk szóló törvénykönyv. Krisztusba el lett véve minden, ami odaállt Isten, Jézus Krisztus és az ember közé. És ezért ma tudd meg, hogy az Isten orcája és az Isten dicsősége rajtad van. Sőt, te magad vagy az Istennek a dicsősége. És ezért, ami Dávidnak még egy kérés volt, az Új Szövetségben egy beteljesült valóság lett. És ezért tudjad, hogy az Isten szemei az igazakon vannak, a cadikokon, rajtad van. Rajtad van az Istennek a figyelme. Rajtad van az Istennek a szeme. És 2013-ban is rajtad lesz, és rajtam lesz az Istennek a szeme. És ezért, mivel ez így van, vissza fogjuk tükrözni az Istennek a szépségét, az Istennek a dicsőségét. És erre vár a világ, hogy ezt már hallottuk. Tehát erre a kérdésre, hogy ki láttat velünk jót, vagy ki hoz ránk végre jó napokat, az Isten igényének az a válasza, hogy az Isten dicsősége rajtad. Az hozza meg a számodra 2013-ban is azokat a jó napokat, amikre vágyik minden ember ezen a világon. És azt mondja, ez jobb minden gazdagságnál, ez jobb minden bőségnél maga az Isten jelenlét. Még csak annyit erről, hogy ugye Izrael fia is azt mondták, Uram, ha te orcád nem jön velünk, akkor ne vigy minket sehova. Egyszerűen tudták, és ezért a 4 Mózesben olvassuk az ároni áldásban, hogy azt mondja, hogy így helyezzétek az én áldásomat Izrael fiaira, hogy az Úr áldjon és őrizzen meg téged, és én szeretném ráhelyezni az életetekre 2013-as évre is, hogy is világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok, és fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet neked. Tehát már az Izrael fiaira is rá kellett helyezniük azt az áldást, ami hordozta az Isten dicsőségét. És Jézus Krisztusban az egyházon rajta van az a dicsőség, és rajtad van, higgy benne, bízz benne, és az Úr meg fog segíteni. A másik kérdést a 34. Zsoltárba teszi fel Dávid, szintén hasonló a kérdés. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tehát ki az az ember, akinek tetszik az élet? Milyen kihívás vár 2013-ban ránk? És ki az az ember, aki szeret jó napokat látni? Ki szeretne 2013-ban jó napokat látni? A keresztes már biztos, de többiek nem. Szóval mindenki. Tehát mindenki, egyetértünk? Mindnyájan szeretnénk 2013-ban is jó napokat látni, noha teljesen igaz az, hogy az ördög mindent meg fog tenni, hogy belénk marjon, hogy belénk taposson, de tudd meg, hogy az az érckígyó, ami fölemeltetett Krisztusban, az föl van emelve örök időkben, mindenkor. És mindenkor, és mindig, és újra rá tudsz nézni. Tehát, ki az, aki jó napokat szeretne látni? Dávid itt is megadja a választ nekünk. Azt mondja, az első, tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót, keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája, megjelenik megint az orca, de most már másról beszél Dávid, azt mondja, az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Ha az igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őt az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból, a gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.
Amen. Miről szól itt ez az ige? Mi minden? Hogy lehetne ezt összefoglalni? Nyilván a nyelvhez kötődik, mert azt mondja, hogy tartóztasd meg a szádat a gonosztól, és ajkadat a család beszédtől. Tehát azt mondja, hogy ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jól lásson? És mi a válasz? Tartóztasd meg a szádat a gonosztól, és az ajkadat a család beszédtől. Mi a gonosz és család beszéd? Sokan a káromkodást gondolják, és azt gondolom, hogy valóban az is benne van. De nem elsősorban erről van szó. Arról van szó, hogy hogy beszélsz magadról, és ez megmutatja, hogy hogy gondolkozol magadról. Megmutatja azt, hogy elfogadod-e a helyzetedet, és elfogadjuk a helyzetünket Krisztusban, vagy pedig magunkra nézünk, és a beszédünkkel eláruljuk, hogy mi igenis a saját erőnkbe, a saját képességünkbe, a saját dolgainkba helyezzük a bizalmunkat. Na, azt mondja az ige, hogy ezt ettől tartózkodjál. 2013-ban tartózkodj attól, hogy a saját gondolataid, a saját érzéseid, a saját tapasztalataid határozzák meg az identitásodat. 2013-ban is nézz Jézusra. 2013-ban is az igazság ő benne van. Tehát, hogyha egyenesen és igazán akarunk élni, ha egyenesen és igazából akarunk cselekedni, akkor a mi beszédünknek ilyennek kell lennie. És a beszéded, amikor önmagad elleni, tudjátok, mi a legöngyilkosabb beszéd? Amikor nem fogadod el azt, hogy ki vagy Krisztusban. Elmondjam még egyszer. A legtöbbet akkor ártasz magadnak, és ártak magamnak, amikor nem fogadom el, hogy ki vagyok Krisztusban. És nem fogadom el, hogy mit kaptam Krisztusban. Krisztusban tiéd az élet, Krisztusban tiéd minden áldás. Krisztusban tiéd minden jó adomány és tökéletes ajándék, és Krisztuson kívül pedig nem a tiéd, nem tudod elérni. Egyszerűen ő az út, ő az igazság, ő az élet, ő az áldás, ő minden. És sokat beszélünk erről. Tehát mi a családbeszéd? Az a családbeszéd, amikor görbén beszélünk. Amikor nem, és azért beszélünk görbén, mert így gondolkozunk. És így érezzük, így van, mert megmart a kígyó, mert fáj. De nem foglalkozhatunk azzal, hanem azzal foglalkozunk, és a 2013-ban ez az Istennek az akarata is, 2013-ban is, hogy emeld föl a tekintetedet. Az az Isten akarata, hogy beszélj magadról úgy, ahogy az Isten igéje beszél rólad. Semmi más. Csak úgy beszélj, ahogy az ige beszél rólad. És amit az ige mond rólad, azt mond, ne azt, ami a te életérzésed. Ha meg akarsz gyógyulni, akkor nem mondhatod azt, hogy milyen beteg vagy, és mennyire fáj, és mennyire ez halálos ez a betegség. Hanem azt kell mondanod, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. Akkor is, hogyha bárhogy alakul. Hogyha úgy érzed, hogy anyagilag nem vagy győztes, nem vagy sikeres, és azt mondod, hogy ezt már nem fogom tudni kibírni, ezt már nem fogom tudni befizetni. Akkor magadra néztél, akkor a körülményeket helyezted olyan pozícióba, ahol Krisztus van. És ha azt mondod, hogy igen, ez mind igaz, de én Jézus Krisztus által meggazdagodtam, mert ő ezért lett szegény, és az az Isten, aki gondot viselt Izrael fiairól, rólam is gondot fog viselni, és az az Isten, aki 2012-ben adott enni, inni, öltözetet, ruhát és mindent, az megadja 2013-ban is, akkor győztes lesz. És ez az egyenes beszéd. Ez a tiszta beszéd. Tehát a tiszta beszéd az, amit az Isten igéje mond rólad. És ez az evangélium, megjelent ez az evangélium, és ez a kegyelem evangélium, ez valóban az, hogy nem az érdemeinkért, nem a cselekedeteinkért, nem azért, mert mi ezt megérdemeltük, hanem azért, mert Isten ennyire szeretett bennünket Jézus Krisztusban. És aki vagy, az nem attól vagy, hogy a születésedtől, a származásodtól, a múltattól és a cselekedetettől függ, hanem aki vagy, az attól függ, hogy mit mond rólad, és mit gondol rólad az Isten. És van egy nagyon jó hírem. Isten nagyon jó dolgokat tervezett az életünkről. Nagyon jó dolgokat, és ezt mind megkaptuk Krisztusban. Isten áldjon meg benneteket 2013-as évben is. Várunk szeretettel Isten tiszteleteinken. Egyetlen egy dolgot szeretnék zárszóként. Nagyon hálásak vagyunk értetek, és szeretnénk megköszönni mindazt a szolgálatot, és mindazt az együttműködést, amit adtatok és tanúsítottatok a gyülekezet működésével szemben, minden szolgálatnak, minden szolgálatban résztvevőnek, minden szolgálat vezetőnek,
és mindenkinek a legkisebbtől a legnagyobbak, nincs most időnk felsorolni, de nagyon-nagyon hálás vagyok értetek, és hálásak vagyunk értetek, és igaz az, ami el is hangzott, hogy az Isten fog ezért megjutalmazni benneteket, és kérem is ezt, és ezért fogok most imádkozni, hogy az Isten jutalmazzon és áldjon meg benneteket mindazért a szolgálatért, a munkáért, amit azért tettetek, hogy ez a gyülekezet működjön, hogy ez a gyülekezet fejlődjön, hogy ennek a gyülekezetnek legyenek céljai, tervei. És egyszerűen, ahogy itt a Tamás is gyűjtéskor mondta, annyira az volt a szívemben, meg fogja adni az Isten, meg fogja adni a széket, meg fogja adni a színpadot, meg fogja adni mindazt, amire szükségünk van, mert tudja, hogy az ő munkájában vagyunk, és az ő munkájában veszünk részt, és ez kedves dolog az Isten előtt. Úgyhogy még egyszer, és nagyon nyomatékosan köszönöm mindenkinek a szolgálatát, aki részt vett abban, hogy ez a gyülekezet éljen, működjön, és Isten áldjon meg benneteket.